A kormány nevében Orbán Balázs államtitkár úr, a miniszterelnökség államtitkára reflektál. Parancsoljon! Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr. Először is egy dolgot szeretnék tisztába tenni. Budapest mindig akkor fejlődött látványosan, amikor polgári kormánya volt Magyarországnak, illetőleg polgári pártok irányították a várost. 2011 és 14 között a magyar kormány, a fővárosi önkormányzat a korábbi baloldali városvezetés által felhalmozott 217 milliárd forintos adósságot vállalt át. 2010 óta megvalósult és folyamatban lévő budapesti beruházások értéke több mint 2100 milliárd, és 2010 óta a kormány és a főváros közösen több mint 700 milliárd forintnyi budapesti közlekedés fejlesztési beruházást valósított meg. Ráadásul mindezt, ami nem volt jellemző a korábbi időszakban, a kormány és a főváros együttműködésével, a fővárosi közfejlesztések tanácsának, mint intézménynek a visszaállításával sikerült elérni. Mi azon dolgozunk, hogy 2030-ra Budapest legyen az egyike a három legélhetőbb városnak Európában. Szerencsére pozitív fejleményekről is be tudok önnek számolni, hogyha a külső dimenziót nézzük, tehát hogy mennyire vonzó Budapest a külföldiek számára, akkor azt mondhatjuk, hogy a legtöbb felmérésben, ami a legkedvezőbb turisztikai desztinációkról szól, Budapest első vagy dobogós helyezéseket ér el. És hogyha az élhetőség, tehát életminőség szempontjából közelítjük meg a kérdést, ugye ez a dolognak a belső dimenziója, akkor azt tudom önnek mondani, hogy egy 2018-as Economist Intelligence Unit intézet nagyvárosokat élhetőségi szempontból vizsgáló listáján Budapest 8 helyet javítva immáron a 34. helyen szerepel, olyan jelentős nagyvárosokat megelőző, Washington, Madrid, London vagy New York. Mi azon dolgozunk, hogy egyre jobb helyezést érjünk el ezeken a ranglistákon, és az a probléma, hogy miközben ön megfogalmaz kritikákat, közben azt azért nem szabad elfelejteni, hogy amikor önök voltak kormányon, illetőleg önök voltak felelősek Budapestért, akkor ezzel ellentétes tendenciákat láttunk. Tehát önök ugyanúgy, ahogy eladósították az országot, eladósították a településeket is. Folyamatosan ön arról beszél, hogy Budapestnek nem állnak rendelkezésre források. Önök voltak azok, akik folyamatosan vontak el forrásokat az önkormányzatoktól, miközben a feladatokat pedig oda telepítették. Budapesten a Gyurcsány-Demszki korszak idejéből csak arra tudunk emlékezni, hogy többszörösére emelkedett a 4-es metró beruházásoknak költsége, milliárdokat költöttek a végül el nem készülő kormányzati negyedre, és egyébként Új-Buda közlekedés fejlesztésével kapcsolatos hiányosságok is önöket terhelik, tehát az az állapot, az az elhibázott város fejlesztésnek és város tervezésnek az eredménye. Említette ön a 4-es metrót és annak esetleges meghosszabbítását, tehát Demszki Gábor főpolgármester úr noha 20 évig rócsózott ezzel, nem volt képes az alatt a 4-es metrót megépíteni. Az is a polgári kormány alatt épült meg. Hogyha pedig Új-Budára és Új-Buda közlekedési helyzetére rátérünk, akkor azt tudom mondani önnek, hogy valóban az agglomerációs gépjármű közlekedés az egy komoly kérdés. 800 ezer lakos, 400 ezer egyéni gépjárműves utazással ér Budapestre, de azt tudom önnek mondani, hogy a kormány felismerte ezt a helyzetet, érdemi lépéseket tettünk, és mi azt is gondoljuk, amit ön is mondott, hogy a főváros és a kerületeket e tekintetben nem szabad magára hagyni. Ezért döntöttünk a következő fejlesztésekről, ami mind az ön által meghatározott szempontok és célok elérését segíti. Egyrészt egy új Dunahíd felépítése, ami ugye Új-Buda gépkocsi forgalmát jelentősen csökkenteni. A mi számításaink szerint napi 55 ezer autóval tehermentesíteni ez a belvárosi hidakat és azokat a közlekedési csomópontokat, amiket ön is említett. De hogy ne csak, ugye ön is ezt is kritizálta, hogy ne csak a személygépjármű közlekedésről beszéljünk, a déli körvasút fejlesztése és kapacitás bővítése, és a mi megítélésünk szerint ezt a célt szolgálja. Erről is született már kormánydöntés, ez a következő években megvalósuló, egyébként uniós támogatásból is megvalósuló beruházások egyike. Mi azt gondoljuk, hogy az egyes villamos meghosszabbítása az Eteletérig, Kelenföldi pályaudvarig is egy ilyen fontos lépés, ez 2019 nyarán befejeződik, és a fonódó villamos hálózat
határozat déli meghosszabbítására is úgy tekintünk, mint egy olyan fejlesztésre, ami azt a célt szolgálja, hogy az agglomerációból érkező gépjármű nyomást csökkenteni tudjuk. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen, államtitkár úr!